Az Európai Bizottság egy 6 milliárd eurós fejlesztési tervet és a közös piac részleges megnyitását ajánlja a nyugat-balkáni tagjelölt országoknak a reformokért cserébe. Erről szól Ursula von der Leyen bizottsági elnök négynapos balkáni körútja. Koszovóban a szerb önkormányzatok elismerését kérte az elnök. Koszovó elindíthatja a szerb többségű önkormányzatok létrehozását, Szerbiának pedig lényegében Koszovó elismerésében kell teljesítenie, mondta Ursula von der Leyen Pristinában. Az Európai Bizottság által felajánlott gazdasági csomag egy egyszeri lehetőség, és most az általános hangulat szerint 2030-ig várják a bővítés megtörténtét. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a tagjelölt országoknak olyan feltételeket is el kell fogadniuk, amelyeket néhol a lakosság nem támogat majd. A lassan széteső világrend azt jelenti, hogy kemény döntéseket kell hozni, mondta az Euronews tudósítója Sergio Cantone. Észak-Macedóniában, Skopjében von der Leyen azt kérte, hogy hivatalosan is ismerjék el a bolgár kisebbséget, emiatt a nacionalista ellenzék tiltakozik. Ez a lehetőség nem ismétlődik meg az országunk számára, a parlament döntésén múlhat az országunk európai jövője, remélem azok, akik az európai és a NATO integráció ellen voltak a múltban, most az európai jövő mellett voksolnak majd a parlamentben, mondta Dimitar Kovacevski, Észak-Macedónia elnöke. A bizottsági elnök Szerbiában, Montenegróban és Boszniában folytatja majd a balkáni körútját.